Tessék adom neked étlap? Az magyar nyelvű, csak kínai betűkkel van írva. Milyen volt az este, hogy értékeli? Ó, hát felejthetetlen. Rengeteg információt, poént hallottunk. Hogy érezte magát a mai este? Remekül, nagyon örülök, hogy eljöttem. A Feketics Művődési Egyesület adott lehetőséget az est megszervezésére. A belépő önkéntes adomány volt. A közönségnek a reakciója azt mutatta, hogy kell a humor az ember életébe. Maksa Zoltán 13 évig volt a Magyarországi Közszolgálati Televízión futó Maksa Híradó házigazdája. Akkor vált a vajdasági közönség számára is ismerté. Sajnos ugye ma már ő nincs a kereskedelmi televízióknak a műsorán, de ugye szeszélyes évszakok is megszűntek az M1-en és a Duna TV-n, de azért azt hiszem, hogy az emberek nem felejtik el. Az 5 évvel ezelőtti kis turné után a következő hónapokban Maksa Zoltán egész vajdaságot szeretné bejárni műsorestjével. Jobban elengedik magukat az itteniek kicsit, mint Magyarországon, mert ott talán egy kicsit jobban hagyják magukat a depresszió által és a mindennapi kilátástalanságok által vezéreltetni. Itt valahogy olyan oldottabb a hangulat. Más is, ami nagyon érdekes, hogy nem tudom, önök, akik itt laknak, mennyire érzik, de van a levegőnek egy jellegzetes illata, ami átjönk a határon, hogy megváltozik, és valahogy olyan erős, zamatos, valami jópofa mellékíze van, ami nekem nagyon bejön őszintén szóval. A másfél órányi poén áradat után a komikus önéletrajzi köteteivel is megismerkedhetett a Bács-Fekete-hegyi közönség.